Sziasztok! Ez az első Hol videó csatornánkon, ugyanis nemrég a Wholesale nevű oldal megkeresett minket, hogy nem szeretnénk ruhákat kapni tőlük és bemutatni. Ezeket a ruhákat ingyen kaptuk. Ezt mondhatjuk egy szponzorált videónak, de azt mindenképpen elmondanánk, hogy őszinte véleményt fogunk mondani a ruhákról. Bár kellemesen csalódtunk igazából a minőségükben, most mind a ketten bemutatjuk azokat a ruhákat, amiket választottunk magunknak, és elmondjuk róluk a véleményünket. Igazából a legnegatívabb dolog ezzel a céggel kapcsolatban az volt, hogy nagyjából egy hónap, amíg megérkeznek a ruhák, pont ezért mi is már nagyjából tavaszi ruhákat válogattunk, és nektek is azt ajánljuk, hogy ne most kezdjetek el márciusra venni valamilyen télies vagy ilyen tavaszba hajló ruhadarabokat, hanem már gondolkodjatok igazán meleg időszakban hordható ruhákban, ugyanis tényleg egy hónap kell ahhoz, hogy megérkezzenek. Szóval az első, amit rendeltem, az egy olyan póló, ami hosszabb, imádom a hosszabb pólókat. Az anyagával az egyetlen probléma az, hogy eléggé gyűrődős, de hogyha szépen kivasalom és veszem a fáradtságot, akkor biztos, hogy még jobban áll. Ezen kívül a vállánál ki van vágva, és pont ezért választottam, mert nem volt még soha olyan pólom vagy ruhám, ami a vállánál ki van vágva, és ez nagyon tetszett benne, amúgy méretre meg mindenre nagyon jó, úgyhogy ez tényleg egy kellemes csalódás volt. Arra én is számítottam, hogy a kiszállítási idő hosszabb lesz, és mivel ezeket a ruhákat januárban választottuk, és én akkor már javában vártam a nyarat és a tavaszt, ezért én leginkább nyári ruhákat választottam. Ez a köntös féleség az első, ilyen narancssárga színe van, és azt hiszem, hogy a blogra is kiraktam az egyik bejegyzésben ezeket az ilyen kimonókat tulajdonképpen, ez a megfelelő nevű. Nagyon vékony, tehát tulajdonképpen nyára tökéletes, mert nem melegít egyáltalán, és bármilyen ruhadarabra fel lehet venni, mint egy ilyen kardigán, úgymond. Ez nekem kellemes csalódás volt tényleg, mert arra számítottam, hogy sokkal rosszabb minőségű lesz, de teljesen jó ilyen bolti minőség, tehát akár a H&M-ben lehet ilyet venni, csak az a különbség, hogy sokkal drágább van, tehát ez tulajdonképpen maximum 1000 forint értékű volt, tehát én teljesen meglepődtem, mondjuk az ember azt gondolja, hogy 1000 forintért nem kap ennyire jó minőséget, de ez meglepő volt és tényleg jó. A következő nekem az egy fehér ink, amit látjátok, van pár helyen fekete anyagrész is, nagyon tetszett magán a képen, bár ott kicsit fehérebbnek tűnik, mert nem tudom, hogy lehet, hogy csak én emlékeztem, hogy ez fehérebb. Alapból nagyon tetszik az anyaga, is ilyen inges, szerintem minőségre is jó lesz, még nem hordtam, mert amint látjátok, eléggé átlátszó, pont ezért kell majd alávennem valamilyen feketébb, vagy nem tudom, bőrszínű pólót, valamit majd még kitalálok rá. Pont ezért azt ajánlom nektek, hogy nagyon gondoljátok meg, hogy milyen fehér vagy ilyen világosabb anyagú ruhákat választotok, ugyanis nagyon sok eléggé átlátszó tud lenni, majd pagyarán is látjátok, hogy lesz olyan, ami egy kicsit átlátszó, úgyhogy inkább a színes vagy a fekete dolgokat javasolnám időtólag. Igen, szóval most akkor mutatom is a következőt. Igazából nekem a maradék mint három ruha fehér, és a képen nem voltak átlátszóak nyilván, ezen az oldalon olyan képek vannak felrakva, amik nem maguk azok a termékek, amiket kiküldenek, hanem csak ahhoz egy nagyon hasonlót, tényleg nagyon hasonlót küldenek ki, csak éppen az anyaguk más, nyilván nem annyira minőségi anyag, bár így is minőségi, de nem az a, nem tudom, 20 ezer forintos. Az első az egy ilyen romper, ami így néz ki, és nagyon szép, csipkés az alja is, meg az ujjánál. Nekem a vágás alól nagyon tetszik, ami ilyen, hát mondhatnánk milyen dekoltáltnak, de igazából nem az, mert hogy ez a két anyagrész egymásra megy, egyáltalán nem annyira mély. És hát igen, az anyaga az én emlékszem, hogy milyen volt a képen, és nem ilyen volt. Iszonyú gyűrődős. És hát igen, ez alá csak fehér bugyit, vagy tangát, vagy nem tudom, hogy mit lehetne felvenni, és semmit. És fehér melltartót, vagy bőrszínűt, vagy vannak ezek a bendók, amiket melltartóra lehet rávenni, és akkor kicsit esztétikusabb a látvány, úgymond. Én is rendeltem egy rompert, mert én is gondoltam előre a tavaszra, és nekem ez egy fekete, kicsit elegánsabb. Anyagra is teljesen jó, ilyen sejmesebb hatása van, és az a lényege, amit látjátok, hogy nem így a vállunknál megy a pánt, hanem inkább a nyakunknál, és hátul pedig van egy elég mély kivágása, bár szerintem ez ugyanúgy
hordható. Az nagyon tetszett benne, hogy úgymond a fenekem nem volt kint belőle, tehát viszonylag hosszú, mivel nem tudtam a méretezést, ez direkt egy MS, ugye mindig nagyobbat kell rendelnetek, mint amekkora a méretetek. Ugyanis ezek a ruhák Kínába jönnek, és nem tudom, hogy miért a kínaiak vékonyabbak, kisebbek, és rájuk úgy szabják a ruhákat, hogy az MS az nálunk az S-es. És pont ezért ezt úgy kellett rendelnem, hogy nagyobbat, de szerencsére eltaláltam a méretet. Az egyedüli baj vele, hogy bendóra van szükségetek hozzá, vagyis egy ilyen pánt nélküli melltartóra igazából, amit nekem még nem sikerült beszereznem, viszont meg mindenképpen akarok. Ugye ez a terv, hogy még egy olyat veszek hozzá, de amúgy nagyon-nagyon tetszik, és tök jó lesz valamilyen elegáns eseményre felvenni. Az én következő ruhám is ilyen, ami elég nagy hátkivágású tulajdonképpen. Látszott ez a képen is, ez egy kicsit ilyen parasztlányos ruhának tűnik, és elég rövid, így ránézésre néztem, hogy ez inkább talán egy póló, de hogyha felveszem és alá egy short, a short nem látszik ki, csak úgy a biztonság kedvéért, akkor ruhának még elmegy, és a hátra ilyen fűzős kivágásos, ami nekem nagyon tetszik, bár iszonyú mély, tehát ez alá is csak egy ilyen bőrszínű bendót van, ahogy felveszek, ami így eltakarja a melltartót, mert az elég furán néz ki, hogy itt látszik a melltartó hátsó rész, és akkor ellesülnek a fűzők. Tehát ez is úgy nézett ki a képen, hogy a lányon nem volt semmi melltartó, se semmi, nyilván rajta jól állt, de mivel ez is átlátszó fehér, ezért melltartó nélkül kicsit necces lenne felvenni, viszont nekem nagyon tetszik, és gondoltam arra is, hogy strandra is tökéletes tulajdonképpen, tehát hogyha van az emberen egy bikini, elles méret, ami elég meglepő, tehát elles méret is épp, hogy jó ruhának nekem, aki általában MS vagyok, tehát ebből is látszik, hogy mindenből egy számmal nagyobbat kell rendelni. Mivel most rendelhetünk először ruhákat, ezért gondoltam, jó fejleszek a hugommal, aki 2 évvel fiatalabb, mint én, és ő is nagyon szereti a ruhákat, és pont ezért megengedtem neki, hogy ő is válasszon egy dolgot a webáruházból, és akkor azt megvennék, és az majd az övé lehet. Úgyhogy nagyon ügyesen választott is, nem melltartót, hanem egy ilyen toppot, aminek ilyen csíkos kivágott a hátulja. Nagyon jól néz ki, és ezt fel tudja majd venni nyáron, akár mint egy top, vagy akár ilyen kivágott hátú póló alá, mint tök jól néz ki, már úgy fel is próbálta, nagyon örült neki. Az egyedüli probléma az volt vele, hogy nem lehet állítani, és neki is nagy volt a vállára, vagy hát így a hátára a pántja, pont ezért ő visszavarta, úgyhogy megoldotta. Úgyhogy ez nagyon-nagyon jó szerintem, nekem tökre tetszik, amúgy biztos majd néha elcsórom tőle nyáron, úgyhogy az ilyen pántosakkal csak annyi, hogy el kell találni a méretet, hogyha pedig nem találod, akkor varhatsz rá, akkor mi? Átszaphatod. Igen, hogyha pedig nem találod, akkor átszaphatod. Az én utolsó ruhadarabom egy ink, ami hát úgy volt, hogy meg volt adva egy ilyen árkategória, amiben választhattunk, és még volt egy kis hely az én részemben, úgyhogy ezt gondoltam, hogy kitöltem valami olcsó ruhadarabbal, mert hogy mindegyik olcsó, de ez még olcsóbb volt, ami egy ilyen ink, nagyon cuki kutya mintás, ez szerintem ez a kis mops, vagy nem tudom milyen fajta kutya, de iszonyú aranyos, és már a képeken is úgy volt, hogy ezt az inget más ruhadarab fölé vették, úgymond egy kardigán, vagy ilyesmi, ami nekem nagyon tetszik, mert hogy ez a hordási mód. Nagyon is tudni kell, hogy elég átlátszó, talán hát ez a legátlátszóbb az összes fehér közül, de szerintem ez direkt is ilyen, úgyhogy ez alá is mindenképpen kell venni egy fekete vagy fehér újatlant. A legnagyobb meglepetésemre rendeltem még egy kabátot is, mert ugye január volt, és gondoltam, hogy miért rendeljünk egy ilyen melegebb kabátot, aztán most, mint kiderült, ez tényleg nagyon-nagyon meleg, így néz ki, egy ilyen kockás anyaga van. Nemrég vettem fel Instagramon egy képet, és azon is ez van rajtam, mert most már, hogy ilyen meleg tavasz van, elkezdtem úgy hordani, mint egy normális kabátot. Nagyon durva, tényleg nagyon meglepő, hogy mennyire jó a minősége, ugyanis még nem mostam ki, csak laborba mostam át sima vízzel. Úgyhogy nem tudom, hogy a mosógépet mennyire fogja bírni, lehet, hogy úgy mosógépben soha nem fogom inkább kimosni, mert nem akarom megkockáztatni, hogy szép menjen, viszont tényleg nagyon vastag, nagyon melegen tart, és mellesleg pedig nagyon-nagyon jól néz ki, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülök. Az utolsó dolog, amit én rendeltem, és amit tulajdonképpen mindenképpen szerettem volna rendelni, az egy napszemeg volt, és így néz ki. Egy héttel azelőtt vettem egy pontosan ugyanilyen szabású napszemeget, az más színű, és ilyen foncsorozott a lencséje. Teljesen ugyanolyanok tapintásra, tehát az anyag az szinte ugyanaz, ahogy mondtam, az alakja is, hordásra is teljesen kényelmes, nem fair, de az egyetlen különbség az, hogy az egyik sokkal drágább volt, mint ez. Tehát én nagyon ajánlom, hogy napszemeget erről az oldalról rendeljetek, mert tényleg teljesen megéri az árát, és nagyon-nagyon imádom, úgyhogy ilyet vettem.
Ahogy Panni mondta az ingénél, úgy én is a keretemből maradt egy nagyon kevéske pénz, amit még levásárolhattam, és akkor gondoltam, hogy jó, akkor válaszunk valami olyat, amire annyira nagy szükségem nincsen, de legalább teszteljük, hogy milyen ennek az oldalnak a minősége, például a táskák terén, úgyhogy kerestem egy tök olcsó, tényleg annyira olcsó volt, nem is emlékszem, $1,000 talán, egy táska, ami ilyen fehér színű, tök jó arany kis lánc van rajta, és talán hát nem boríték táska, talán annál egy picikét nagyobb, de amúgy kipróbáltam, és egy könyvben például belefér, mellette a pénztárcám, telefonom, tehát az ilyen legfontosabb dolgok, úgyhogy akár ilyen bulis, színházba járós, sima, egyszerű programokra való táska, ami mellett ugye tök elegáns, úgyhogy pont ezért örültem neki, mert eddig csak fekete kis táskám volt, és most lesz szerelem egy fehér is, ami még elegánsabb. Reméljük, hogy tetszett nektek ez a videó, és kérlek lájkoljátok, hogy majd mi is tudjuk, hogy ezek a haul videók bejöttek-e nektek. Próbáltuk feldobni azzal, hogy ugye láthattátok rajtunk fölvéve a ruhákat, meg a napszemcsításkát, mindent így kipróbálva, ugyanis ettől nem lett olyan monoton és unalmas, hogy csak itt ülünk és beszélünk. Próbáltuk tényleg az legőszintében elmondani a tapasztalatainkat róla, de ez most tényleg egy bevált vásárlás volt, ugyanis mind a minőséggel, mind mindennel meg voltunk így elégedve, úgyhogy mindent megtaláltok a leírásban, a linket az oldalhoz, illetve a linkeket a ruhákhoz is, amikhez rendeltünk, igen, úgyhogy találkozunk legközelebb. Sziasztok! Milyen jól megy már az együtt elköszönés. Így belejöttünk.